Országos szinten közel 70 ezer diák méreti meg magát az évről évre megrendezett Zrínyi és Gordiusz matematika versenyen, amelyet 29. alkalommal rendeznek meg idén. A felmenő rendszerű verseny első fordulója megyei szintű, amelynek több intézmény ad otthont. Tatán a Kőkuti iskolában rendezik már hosszú évek óta. Az ország talán legnagyobb matematika versenye, mert olyan közel 70 ezer gyerek versenyez az egész országban, ugyanabban az időpontban, ugyanolyan feltételek mellett, tehát minden pontosan szervezett, és sőt, még a határon túli diákok is versenyeznek, tehát azt hiszem, hogy körülbelül ilyen 15 ezer határon túli diák is. Nagyon-nagyon kedvelik, ez egy tesztverseny, ami a mai kor kihívásainak, a gyorsaságnak megfelelő, úgyhogy már az, a másodikos korosztálytól egészen érettségéig mindenki részt vehet ezen a versenyen. A másodikosoknak, tehát az alsósoknak 25 tesztfeladatot kell megoldani 60 perc alatt, a nagyobbaknak 5.-6.-ban 75 perc alatt 25-öt, és 7.-től kezdve pedig 30 feladatuk van. Hát itt nagyon-nagyon sok és gyors gondolkodásra van szükség, hiszen ennyi feladatot ilyen rövid idő alatt megoldani, az nagy kihívás. Fokozatosan nehezednek igazából a feladatok, de van, amikor az utolsó feladat nem is olyan nehéz, de valami különleges gondolatot vagy gondolkodást kíván. Itt már a törzsanyag az nem elég, természetesen anélkül nem lehet megoldani, de itt már kell egy bizonyos, amit szoktunk mondani, talentum, egy olyan gondolkodás, amit gyakorolni lehet, de azért valamit hozni kell magunkkal, hogy ezt meg tudjuk oldani. Több mint 500 gyerek versenyez a mi iskolánkban, a megyében pedig majdnem 2000 gyerek nevezett, és akkor 9 helyszínen írnak most minden iskolában, akik segítenek nekünk ennek a versenynek a lebonyolításában. Az országos döntő az március végén van, most Kecskeméten lesz, és általában a megyénkből olyan 11-13 diák az, akinek sikerül bekerülnie.